Kiderült a titok, itt jött össze az X-Faktor két mentora, Puskás Peti és Dallos Bogi. Hónapok óta pletykálják, hogy több van puszta barátságnál az X-Faktor két mentora Dallos Bogi és Puskás Peti közt. Zenészkörökben nem titok, hogy a két énekes egymásra talált, de a fiatalok eddig titkolóztak erről, noha igyekeznek minél több időt tölteni egymás társaságában. Egészen eddig titok övezte az igazságot, ám a Star magazin nemrégiben ölelkezős fotókat közölt kettejükről, amiből egyértelmű, hogy egy párt alkotnak. Lapunknak erről az énekesnő egyik barátja mesélt. Már a műsor előtt is ismerték egymást, és bár akkor is szimpatikusak voltak egymásnak, mindkettejüknek volt párja, így nem történt semmi. Év elején azonban Bogi és volt kedvese Ádám kapcsolata véget ért. Tavasszal pedig Peti és Eke Angéla is szakítottak. Kezdte a lapunknak a Benfentes, aki elárulta, ekkor tartottak már a castingok az RTL klubban a távozó női mentor Radics Gigi helyére. Mind a három fiú örült, hogy Bogi érkezik, de Peti különösen. Barátságnak indult a kapcsolatuk, Bogi elveszte a szingliségét, de az érzelmeknek nehéz parancsolni. Amikor a válogatóknak vége lett és jó pár napot együtt töltöttek augusztusban a mentorházban, akkor vált egyértelművé, talán többet éreznek a másik iránt. Mivel Peti és Bogi is éveket töltött el korábbi kedvesik oldalán, így nem akartak kapkodni, a külvilágnak is csak akkor tervezték megmutatni magukat, amikor már biztosak voltak az érzéseikben. Ősszel még nem lehetett tudni, mi lesz ebből, nem is tudták eldönteni, hogyan tovább. A zenésztársaik úgy gondolták, múló románc lesz, de Bogi sugárzik a boldogságtól, és talán már nem is nagyon akarják titkolni, hogy együtt vannak. Egyre többször tűnnek fel kettesben a városban, valamint a baráti társaságokkal is járnak bulizni. Ilyenkor kevésbé óvatosak, kézenfogva járnak, ölelik, csókolják egymást. Mesélte Bogi barátja, aki szerint az énekesnőben volt félsz, nehogy azt gondolják, hogy a tehetségkutatóban részrehajló lesz. Talán ezért nem álltak a nyilvánosság elé, nehogy azt gondolják, egymás versenyzőit akarják segíteni, avagy összefognak a másik két mentor ellen. Nem örülnek, hogy kiderült a titkuk, de így talán már nem kell bujkálniuk. Megkerestük Bogit és Petit, ám nem kívántak nyilatkozni, ahogyan az RTL klub sem. Viszont a fiatalok egy közös fotóval ismerték el a szerelmüket a közösségi oldalaikon. Munka hozta szerelem. A sztárvilágban nem ritka, hogy a hírességeket összehozza a közös munka. Ryan Reynolds és Blake Lively, Brad Pitt és Angelina Jolie szerelme is forgatáson szövődött. Magyarországon sem példa nélkül álló az eset, Csányi Sándor és Tenki Réka például a Poigami című film forgatásán jöttek össze. Varga Feri és Balázsi Betty pedig a Megasztárban. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legfrissebb sztárhírekről.